Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon életigenlő kerekasztalt szervezett a Várra Várt Alapítvány, és itt a virtuális stúdiónkban köszöntöm az alapítvány elnökét, és vele szeretnék a mai napon beszélni, Lukács Józseffel, hiszen mai napon moderált beszélgetésekre és nagyon izgalmas fórumokra kerül sor ennek a napnak a kapcsán. Köszöntelek, József! Én is köszönöm a meghívásodat, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Ahogy említettem, a Magzat Gyermekek Világnapját ünnepeljük. 1993 óta ünneplik a Földön ezt a napot. Miért tartottátok fontosnak, hogy ezzel a kerekasztallal csatlakozzatok a világnaphoz? Milyen témákat, milyen aktuális témákat vetettetek föl? Ugye napi szinten találkozunk mi azokkal a életbe vágó problémákkal, amikkel küzdenek azok a hölgyek, akik babát várnak, és őnekik egy részüknek ez a babavárás, ez egy komoly krízist jelent. Az alapítványunk 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy örökbefogadásban, örökbeadásban mediátorként részt vegyen, magyarul az örökbeadásra váró kisgyerekeknek, babáknak szülőket keressünk, de aztán azt vettük észre, hogy nagyon sok esetben azok az édesanyák, akik ezen a dolgon gondolkoznak, hogy örökbe adják a babájukat, mert ők nem tudják megtartani, vagy sokan azon gondolkoztak, hogy nem is tudják még a gyermek megszülését sem vállalni, olyan nehéz körülmények között élnek. Nekik elkezdtünk segíteni, és velük elkezdtünk beszélgetni, és megismerni az ő sorsukat és helyzetüket, és ebből olyan eredmény született, hogy nagyon sok esetben sikerült ezt a helyzetet megfordítani, és olyan segítséget adni nekik, akár tanácsadásban, pszichológiai segítséget, baráti támogatást, tárgyi adományokat, vagy akár anyagi segítséget, amely által megfordult ez a helyzet, és egy pozitív irányba alakult az életük, és ezért érezzük nagyon fontosnak, hogy azok a kisbabák, akik gyakorlatilag életveszélyben vannak, mert egy krízisben élnek az ő szüleik, őnekik támogatás, segítséget tudjunk nyújtani. Nyilván ezt csak úgy tudjuk megtenni, és így is akarjuk, hogy az ő édesanyjukat és édesapjukat, meg az egész családot támogatjuk. Úgyhogy ebben a munkával kapcsolatban találtuk meg ezt a világnapot, és azt gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy az évnek legyen egy olyan napja, amikor kiemeljük azt, hogy odaforduljunk, és arról beszéljünk, hogy milyen lehetőségeik vannak ezeknek a pici babáknak az anyamékben, milyen veszélyek érhetik őket, és sajnos ebből a veszélyből sem kevés van, ami támadja a mai magzatkorukat élő kis babákat. Ha jól láttam a programotokból, akkor külön kitértek a férfinő kapcsolat kialakulásáról, tehát ezzel a témával kapcsolatban is beszélgettek, ezen kívül a harmonikus baba-mama kapcsolat is a fókuszba került, és a szülésre való felkészítésről is vannak beszélgetések. Ha néhány szót erről is szólnál esetleg. Hogyne, örömmel. Ugye maga a férfinő kapcsolat az kihagyhatatlan ebből a témából, hiszen egyelőre így szaporodik az emberiség, és azt gondolom, hogy ez így is jó, hogy nem klónoznak bennünket, hanem egy férfi és egy nőnek a természetesen kialakuló megismerkedéséből és kapcsolatából származnak a gyermekek. És ezért nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok milyen irányba alakulnak. Közösségi médiának, a mai világ trendeknek a befolyásáról beszélgetnek a beszélgetésnek a résztvevői. Egy nagyon kvalifikált és tapasztalt moderátora van ennek a beszélgetésnek, Berecki Enikő személyében. És ez egy valóban jól sikerült találkozó. Izgalmas témákat vetettek föl, és nagyon jó beszélgető partnereket hívott meg Enikő. Egy másik beszélgetésünk
amelyben én voltam a moderátor, ott pedig egy nagyon ügyes és kedves pszichológus hölgyet, Szabó Jankát hívtam meg, illetve Német Nórát, aki a Prekello applikációnak a kitalálója, és egy nagyon izgalmasra sikerült ez a beszélgetés is. Arról beszélgettünk, hogy ez a baba-mama kapcsolat, amikor az anyukáknak már ott van a pici a méhükben, akkor hogy tud ez kialakulni, és az egész család hogy tud ráhangolódni ennek a babának az érkezésére. Nyilván, hogy ennek a itt most ideális esetet vettünk figyelembe, de mondom, mi a mindennapokban azzal is találkozunk, amikor ez az érkezés, ez egy sok-sok kérdőjelet is felvet, és igyekszünk abból a nagyon beszűkült, nehéz állapotból kisegíteni a hölgyeket, és általában visszakapjuk azokat a hálálkodó e-maileket, telefonhívásokat, hogy nagyon köszönik, hogy abban az időben, amikor ez nehéz volt, akkor melléjük álltunk, és át tudtak jutni ezen az időszakon, és megmaradt a babájuk, és ők is pozitív élménnyel jöttek ki. Abban hiszünk, hogy minden gyermek várva várt, és vagy az ő biológiai szüleinek a családjában, vagy egy másik családban, de minden ember, aki elindul a létezés útján, ő neki lehetőséget kell adjunk, hogy megszülessen, és ezért is választottuk azt, hogy ezt a napot kiemeljük és megünnepeljük. Az online eseményen úgy tudom, hogy bemutatásra került a babystartup.hu oldal is. Jól értesültem? Abszolút, nagyon örülünk, hogy sikerült most már nyilvánosan is elindítanunk. Megelőzte ezt az indítást nyilván egy hosszabb időszak, amikor ez az applikáció, egy web applikáció megtervezésre került, és nagyszerű aktivistánk az, aki végül is ezt olyan állapotba tudta hozni, feleségével együtt és egy nagyon komoly csapatmunkával, hogy ez a mai nappal élesbe el tud indulni. Ennek az applikációnak a keretében, ha rászoruló családok fölkeresik ezt az applikációt, beregisztrálnak, kitöltik az adataikat, akkor különböző babaholmikra tudnak kéréseket beküldeni hozzánk, és mi pedig ezeket a kéréseket megosztjuk, és a felajánlókkal összekötjük őket. Gyakorlatilag nagyon sok támogatási szándékkal hozzánk forduló ember keres meg bennünket, családok, akik jó minőségű babaholmikat szeretnének felajánlani rászorulóknak, és gyakorlatilag ez egy platform, amit szeretnénk őket összehozni. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy el tud ez indulni, és bátorítunk mindenkit, hogy próbálja ezáltal is segíteni a rászoruló embertársainkat. Tehát akkor a babystartup.hu oldal elérhető, ott már lehet regisztrálni, illetve letölteni az applikációt, és igénybe venni a felkínált segítséget. Igazából ugye web alapon működik, tehát ezt még le se kell tölteni, nyilván a mobiltelefonról is ugyanúgy elérhető és használható, úgyhogy egy egyszerű regisztráció után bárki bármilyen eszközről elérheti. Nagyszerű. A várva várt alapítvány szívügyének tekinti, hogy a megfogant magzatok várva várt személyként érkezzenek meg, ahogy ezt előbb meg is fogalmaztad. A 2021-es évvel kapcsolatban milyen terveitek vannak még, milyen akciókat szeretnétek indítani? Évek óta egyik legnagyobb nehézség a munkánkban, amikor lakhatási gondokkal küzdenek a babaváró anyukák vagy családok, és őket anyaotthonokba vagy átmeneti szállásokon tudják elhelyezni a szakemberek, de rendszeresen hozzánk is fordulnak ilyen családok, és nagyon hálásak vagyunk azoknak a támogatóinknak, akik albérlet támogatással és komoly összegekkel támogatják ezeket az anyukákat, és egy nagy örömünkre az idén szeretnénk mi is egy ilyen babaváró otthont építeni, vásárolni szeretnénk egy vidéki házat, amit felújítva átadnánk használatra egy általunk mentorált fiatal családnak, akik három gyermekkel fogják belakni ezt a házat, és abba bízunk, hogy ők néhány éven belül olyan önállóak tudnak lenni, és stabilan meg tudnak állni a lábukon,
hogy meg is tudják vásárolni majd ezt a házat, és akkor egy újabb rászoruló családnak tudjuk ezt a házat rendelkezésére bocsátani. Nagyon szeretnénk, hogyha egyre több olyan lehetőség lenne, amivel lakhatási gondokat is tudunk segíteni átmenetileg ezeknek a családoknak. Úgyhogy egy ilyen projektünk van, amiben most nagyon sok erőfeszítést teszünk, és hát az országos hálózatunkat is tovább erősítjük. Majdnem minden megyében már aktivistáink vannak, önkénteseink, akik helyi szakemberekkel, egészségügyi család támogatói szakemberekkel dolgoznak együtt, szinte heti szinten. Az országosan az áldozatsegítő központtal is tavaly egy szerződést kötöttünk, és őket is segítjük az ő munkájukban, és ők is viszont bennünket. Úgyhogy magát ezt az országos hálózatot is szeretnénk erősíteni, hogy valóban minden rászoruló hölgyet, családot elérjünk, és hathatós és hosszú távon profitábilis segítséget tudjunk adni ezeknek a családoknak. Nagyon nagy célunk az, hogy a prevencióban újabb anyagokat tudjunk a fiatalok rendelkezésére bocsátani, ugyanis egy nagyon nagy veszélyek leselkednek a fiatalokra, ahogyan a mai előadások között is szerepel ez a téma. A prevenció rendkívül fontos, támogatni, védelmezni, segíteni a fiataljainkat. 12-18 év közötti fiatalokkal beszélgetünk, interaktív órákat szervezünk. Nyilván ezt most a Covid miatt sajnos nem tudjuk megtenni offline-ba, de online előadásokat, illetve olyan videóanyagokat készítünk, amivel edukálni tudjuk őket, tájékoztatni, informálni arról, hogy tudnak jó döntéseket hozni az életüknek ebben a szakaszában, és milyen hibák azok, amiket rendszeresen mások elkövetnek, hogy próbáljanak mások hibájából tanulni, és kikerüljék ezeket a veszélyeket, amik sajnos csőstől leselkednek rájuk. Úgyhogy a prevenció is egy nagyon fontos célunk, illetve egy külön munkacsoportunk dolgozik azon, hogy gyermekotthonokban, anyaotthonokban élő fiataloknak segítsünk, és őnekik is egy olyan mentor támogatást nyújtsunk, hogy amikor elhagyják majd ezeket a zárt intézményeket, akkor könnyen be tudjanak épülni a társadalomban, ne csúszanak le, ne váljanak áldozatokká, hanem ők is a társadalomnak egy építő tagjaivá váljanak. Ők is nagyon méltók arra, hogy támogassuk és segítsük őket, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a széleskörű társadalmi szolidaritást ezt tudjuk erősíteni a mi munkánkkal is. És hát, ha jól láttam, elindult az alapítvány 1%-os kampánya is. Tehát akik ma hallgatták ezt a beszélgetést, és szeretnék támogatni az alapítvány munkáját, akkor ezen a módon is megtehetik. Mondjuk el az alapítvány weboldalának a címét is. Kérlek, hogy hadd hallgatják ezt is a hallgatók. Valóban alapítványunk közhasznú, és emiatt is 1%-os adófelajánlással is lehet bennünket támogatni. Nagyon köszönünk minden egyes felajánlást és támogatást. A www.varvavart.hu weboldalon lehet megtalálni az oldalunkat, Facebookon, Instagramon, YouTube csatornákon is ott vagyunk, és ott is nagyon könnyen elérhetőek a csatornáink. Nagyon szépen köszönöm Lukács Józsefnek, a Várva Várt Alapítvány elnökének a beszámolóját, köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok a mai kerekasztal beszélgetéshez és az egész éves munkátokhoz. Nagyon köszönjük a figyelmet és a támogatást!